Több ezren érkeztek az Úszvölgyi temetőbe a megemlékező rendezvényre. Augusztus 26-án azoknak a székely határvédőknek a hősiességére emlékezünk, akik éppen akkor teljesítettek szolgálatot a hazavédelmében az Úszvölgyében, amikor a szovjetek elérték a magyar határt. Az elmúlt évek csendes ünnepléseihez képest idén más a helyzet. Több mint ezeren vettek részt a megemlékezésen, és ez azzal hozható kapcsolatban, hogy korábban az Úszvölgyében összetűzésre került sor, miután a nyár elején erőszakkal benyomult az úszvölgyi katonatemetőbe a helyszínre csődített több ezer román megemlékező, és ott ortodox szertartás keretében felszentelték a temetőben törvénysértően létesített román emlékművet és parcellát. Azok, akik az első vagy a második világháborúban itt az életüket adták a magyar hazáért, azt üzenik, hogy a történelem az nem egy lezárt láda, nincs vége. Történelem egy folyamat, és igen szent meggyőződésem, hogy a mi igazságunk le fogja győzni azt a kemény államhatalmi ellenkezést, amivel az elmúlt időszakban, az elmúlt száz évben, és itt az Úszvölgyében, különösen az elmúlt fél évben találkoztunk. A helyi önkormányzat előkészítette a temetőt a mai ünnepségre, a megyei tanács pedig az utakon kátyúzott, hogy mindenki gond nélkül megjelenhessen. A jelenlét pedig különösen a helyieknek fontos. Azért fontos, mert vagyunk, azt érezzük, hogy a hőseinkre emlékezni kell, és ez az egyetlen hely, amely eddig nem volt bántva. Tisztességgel rendbe tartottuk a temetét, felújítottuk, saját kezi munkámon benne az egész kerítésben, amit körben, egy pályázatból oldottuk meg a marványlapoknak a kifaragását és felállítását. Fontos, hogy itt összegyűjjön a magyar szájú ember, és emlékezzen arra, akik tettek azért, hogy a haza megmaradjon és a magyar nyelv. A közelmúlt incidensei a mai megemlékezésre is rányomták a bélyegüket. A mai megemlékezés egy különös jelentőséget is kap, hogy mutassuk fel, hogy egyhogy nem félünk, hisz június 6-án galád módon foci huligánokkal, afganisztáni bevetésről leszerelt zsoldos katonákkal és mindenféle verő emberekkel próbálták itt ennek a temetőnek a méltóságát megsérteni, és egy sor olyan törvénytelen intézkedés született a szomszéd településen, amely Románia törvényeivel teljesen ellentétes. Ma, amikor megemlékezünk, egyrészt megemlékezünk a fiataljaink hősies kiállásáról, ami egy olyan példa, ami minket is arra kell ösztönözni, hogy a szülőföldet ne hagyjuk el, és azt védjük, illetve felmutatjuk az igényünket, hogy a törvényt helyre kell állítani Úszvölgyében és itt a temetőben is, és ezt bízunk benne, hogy Bukarestben is fogják hallani. A mai ünnepség egyébként rendbontás nélkül zajlott, fellépett a csíkszenttamási ifjúsági fúvószenekar, majd ezt követően a hagyományőrző csoportok bevonultak a katonai temetőbe. Az esemény fő programpontja az ünnepi szentmise volt, amelynek fő celebránsa Tamás József püspök, a meghívott szónoka pedig Bőte Csaba ferences rendi szerzetes volt.